stadionban hallgathatják meg előadásainkat. Délelőtt 10 és délután 17 órakor annak érdekében, hogy minél többen megfelelő időpontot találnak a részvételre. A mai napon külön köszöntöm dr. Babdi Enőke professzorasszonyt. Dr. Babdi Enőkétől délelőtt és délután is két különböző témában hallhatnak előadást. A most következő délutáni alkalom során egészségtudatosság, felelősség, a lelki élet fenntartható fejlődése címmel hallhatnak előadást a professzor asszonytól. Át is adom a szót. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az itt megjelenteket, és azokat még külön is látok arcokat, akikkel én már délelőtt itt találkoztam. Ezt tényleg egy köszönetjük közül, hogy szinte egész nap együtt vagyunk, és itt együtt gondolkodhatunk. Együtt gondolkodhatunk, nagyon fontos valóban az életünk minőségét, értékét is felvázoló olyan dolgokról, ahol a felelősség szó eléggé középpontba került. Ez a szó úgy került a középpontba, hogy az egészségpszichológia volt az, ami egy elég új irányzata, mint egy 20 éves új irányzata a pszichológiának, amely felvetette, hogy hogy is vagyunk mi önmagunkkal, saját egészségünkkel, közösségünk egészségével. Hát mi a probléma, hogy mi mégis olyan nagyon rossz egészségi állapotban vagyunk világszerte, ha körülnézünk és megnézzük azokat a statisztikákat, amiket az egészségi állapot felmérések adnak, de ha a hazai statisztikát nézzük, Komp Mária és munkatársainak felmérését, azt látjuk, hogy nagyon rosszul állunk, rengeteg olyan, a pszichoszomatikus betegségek, az addikciók, a depresszió csak ugyan tarolnak. És hát, hogy hogy is van ez? Hát akkor ki az, aki felel azért, hogy mi egészségben talpon maradjunk? És az egészségtudatosság szó bevezetésével az egészségpszichológia mondja azt, és tűzte az zászlójára, hogy az a mi dolgunk, hogy tanuljuk meg azt, hogy mit tehetünk önmagunkért. Ha már tudjuk, hogy önmagunkért mit tehetünk, akkor tudunk hatékonyan segíteni másoknak is, és hogy vállaljunk úgy felelősséget magunk és a környezet egészségéért, hogy amit megtanultunk, azt akkor mi hasznosítjuk, és ezért nem vagyunk olyan módon dependens, rátámaszkodók, hogy elvárjuk valakitől, hogy gondoskodjanak rólunk, gondoskodjanak az egészségünkről, hanem hogy mi magunk tudjuk, hogy mit tegyünk. Ha nem tudjuk, mit tegyünk, akkor valóban tanácstalanul állunk. Óriási diadalmenete van az egészségpszichológiának. Mert amit tanít pszichoedukációnak is nevezi, léleknevelésnek, hogy sok-sok-sok olyan ismeret hadd menjen át a köztudatba, tanuljuk meg mindnyájan működéseinket. Például elsőtétel, hogy hogyan tesszük magunkat betegé, hogy betegítjük meg magunkat. A második tételünk, hogyha megbetegítjük magunkat, hogyan tudjuk ezt a folyamatot megelőzni, tehát a prevenció. És így sorolhatnám, amiket mi ma este végig fogunk gondolni, de ez úgy van, hogy a témához mégiscsak, hogy a fenntartható fejlődés fogalma belekerült, hát kell válaszolnom arra, hogy hogy került bele a címbe ez a fogalom, hogy fenntartható fejlődés. Valószínűleg, akik itt vannak, mindenki már értesült róla, tudja. Most is volt egy nemzetközi kongresszus a fenntartható fejlődésről, és érdekes módon állandóan azzal foglalkoznak, hogy mit csinálunk mi a környezetünkkel, hogy fertőzzük meg a vizeinket, hogy mit csinálunk az élővilággal, hogy mit teszünk a természeti környezettel, hogy kivágjuk a fákat, hogy megváltozik az időjárás, hogy egy általános globális felmelegedés következik be, ami felelőtlenségünk, felelősség vállalni nem tudásunk miatt, hogy mi úgy estünk neki haszon elvűen a természet javainak, hogy azt mindent kizsákmányoltuk, és most tessék, körülnézünk, és a környezetünkben egy lepusztult világ néz vissza ránk, és hogy ezért azt kérdőjelezhetjük meg, merre tartunk. Ez a világ, ami a számunkra van rendelve, az élet számára, vajon biztosítani fogja-e utódainknak az életfeltételeket? És akkor egy másik kérdés, amivel annyira sajátos, hogy sokkal kevésbé foglalkozunk. Na és a lelki élet fenntartható fejlődése? Mit műveltünk mi a lelki életünkkel, a kapcsolatainkkal, az egészségünkkel? Mit művelünk magunkkal, hogy például megbetegítjük magunkat? Hát akkor talán foglalkozunk ezzel is.
hogy azt mondhatom, Magyarországon is már van egy irányzat, ami kibontakozó, a Mentálhigiéné és Pszichoszomatika című labban különösen találnak olyan írásokat, akik úgy közelebbről érdeklődnek ez iránt, ahol már valóban azzal foglalkoznak, hogy mi mit tehetünk a lelki életünknek az épségéért, egészségéért, a lelki egyensúlyért, és hogy a fenntartható fejlődés fogalmába vegyük vele magát az emberi lényt, ami létünket, ami lényünket, és akkor ne feledkezzünk el arról, hogy most már a századforduló óta, ha az emberről gondolkodunk, hát ki az ember? Mi az ember? Hát az Egészségügyi Világszövetség is 2002 óta már úgy beszél az emberi totál rendszerről, teljességről, hogy bio, pszicho, szociális és spirituális lények vagyunk. Szó nem volt, még az előző században, illetve az évezred utolsó évtizedeiben, szó nem volt arról, csak bizonyos speciális és nem annyira kedvelt pszichológiai irányzatok próbáltak a spiritualitással foglalkozni, transzpersonalitás, spiritualitás, de igazából ki volt, mint egy írtva a tudományos fogalomrendszerből. Ma viszont azt látjuk, hogy nagyon is helyt kapott, egy Szájn nevű szerző javaslatára fontolták meg és vették be az ember rendszer meghatározásába, hogy a spiritualitás, az ember nagyon is lényeges tartozéka, és pontosabban definiálták, hogy mit is értünk mi az alatt, hogy spirituális, és hogy azáltal, hogy közös nevezőre jutott a tudomány is, hogy a spiritualitást nagyon meghatározott értelemben használja, az embernek ama képességét jelöli meg ezzel, hogy ahol véget ér a tudomány és a tudomány bizonyító rendszere, ugye bizonyítékokon alapuló kutatások, biztos, idézőjelbe teszem a biztosat, azért ma nagyon biztos ez, de hogy legalábbis a biztosnak vélt üzenete, hogy mi hogy van, onnan kezdve már egy olyan tartománya kezdődik az életünknek, ahol egy másfajta képesség működik bennünk, és egy másfajta lelki mozgást is ezt a hit szóval illethetjük. Legáltalánosabban a hitet nem vallásira leszűkített értelemben, ezt nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy esetleg aki hallgatja, és a vallástól olyan messze érzi magát, vagy a vallásoktól, hitrendszerektől, dogmarendszerektől, inkább így mondanám, nehogy rögtön azt mondja, jaj, hát én nem szeretnék most már erről hallani, mert hisz én nem tartozom ebbe a gondolkodási irányba. Én meg azt mondom, hogy tisztelt jelenlévők, mindannyian ebbe a gondolkodási irányba tartozunk, mert abban a pillanatban, hogy belőled egy reményteli gondolat kiszökik, és te elgondolod, hogy hogyan lesz holnap esetleg, megtervezed, persze. Tudod biztosan, hogy 10 év múlva élni fogsz-e? Nem, de ugye azt mondod, fogok élni. Persze, honnan jön benned az a fajta bizonyosság, az a meggyőződés, hogy igenis én élni fogok. Hát ezt a hit adja. Tehát a spiritualitás fogalma alatt ma így is gondolkodunk, és fontos, hogy így a tudománynak a válaszával válaszoljunk mi is, hogy azt a különleges emberi képességet, hogy mi tudunk, mint egy előre tekinteni, van egy jövőképünk, hogy valamit meg tudunk tervezni a jövőre vonatkozóan, meg tudunk, sőt, gondolom, meg is akarunk tervezni, meg hogy az életünkkel szeretnénk valamit kezdeni. Ez mind-mind beletartozik a spiritualitásba nevezetesen, hogy értelmet adunk az életünknek, értelmet és jelentést, tartalmat, és hogy ez a kérdés, hogy ki, milyen jelentéstartalmat ad az életének. Feltesszük a kérdést, kiért élünk? Miért élünk? Meg tudod kérdezni magadtól? Meg tudod mondani, tudsz arra válaszolni, hogy mi az életed értelme? Úgy gondoljátok el, hogy az egészségtudományban, az egészségpszichológiából leágazó úgynevezett boldogság vagy jólétkutatás egyenesen közös feladatunká teszi, hogy próbáljuk már meg a saját létfilozófiánkat meghatározni, hogy mi mit gondolunk erről az egészről, amiben vagyunk. Hogy mi honnan jöttünk, hova tartunk, van nekünk rendeltetésünk, van valami olyan, ami mint egy a végre születtél, hogy te valamit megtegyél, hogy valamire rátalálj, van valami delegáció. Vajon mit válaszol a te lelked, mert hiszen szabad emberek vagyunk. Hát mi fölépíthetünk olyan fajta életfilozófiát is, amikor azt mondjuk, ugyan már nem is tudjuk igazából, hogy ez a világ, hát egy véletlen műve, hogy keletkezett, hát vannak teóriák, de ki tudja.
aztán élünk bele a világban, nincs az életnek semmi különösebb értelme, hát erőködünk, hogy értelmet adjunk. Hát értelem lehet az, hogy van eszem azon, amazon cuccaim, dolgaim, vagyonom, javaim, és hogy jól érzem magam a világban. Szóval ilyen hedonista módon, hogy tudok örülni a mindennapoknak. Aztán, hogy mi lesz a vége, hát ki tudja, nem is akarok vele foglalkozni, a semmibe hullunk. Ez is egy filozófia. És azt mondja a spiritualitás pszichológiája, hogy mi emberi lények, amikor mi mégiscsak, és mind spirituális lények vagyunk, komolyan megfontoljuk, hogy elérnek pillanatok, amikor komolyan megfontoljuk, hogy is vagyunk mi ezzel az élettel, halállal, és ezzel az egész filozófiai létdimenzióval. Különösen akkor, amikor nagy csapások érnek, és szembesít az élet a kérdéseivel, hogy mi is van veled? És hogy véges az élet. Mikor szembesülünk ilyen kérdésekkel, akkor jönnek az éles válaszok, és a legszerencsétlenebb pillanatainkban valahogy megnyílik mégis a spirituális csatorna, és azt mondjuk, legalább annyit, hogy ja Istenem, de lehet, hogy azt mondod, hogy azért talán mégiscsak van valami magasabb erő, és amikor semmi hited nem volt egész életedben, erre vonatkozott, vagyis elnémítottad a saját spirituális mi voltodat, vagy megtagadtad, vagy elnémítottad, akkor kinyílik mégis ez a dimenzió. Ha valaki úgy gondolja, hogy filozófikus előadást akarok tartani, szó sincs róla. Arról van szó, hogy a pszichológia szembesít olyan területekkel az életben, amikkel korábban nem nagyon szembesített. Nem nagyon kérdezte meg, mi végre élsz, és szeretnék arról egy kis képet adni, hogy hova vezetett az a világ, amelyiknek a szinte erőszakos ránk nyomulása, és ez a konzumizmus, vagyis a fogyasztóiság, az erőszakos ránk nyomulása radikálisan befolyásolta a mi életvezetésünket, gondolkodásunkat, mindennapjainkat, és valahogyan lehozott az úgynevezett personális létdimenzióba, hogy élj, hogy legyen neked betevő falatod, hogy keresd meg azt, ami szükséges. Ez a personális létdimenzió, hogy két lábbal állsz a földön, ez a te biológiai, mi voltod a tested, amiben laksz, a testünk, ami tulajdonképpen mi magunk vagyunk. Na ez a biológiai, hogy működik ez az apparátus bennünk. És tulajdonképpen ettől olyan nagyon magasan van valami olyan, ami a spirituális, mert közte van a pszichoszociális ebben a rendszerben. Pszichoszociális, hogy vagyunk meg saját lelki életünkkel, úgy mondjuk intrapszichikus, tehát a belső lelki folyamatokkal, önmagunkban, hogy vagyunk meg magunkkal, és hogy vagyunk meg interpersonálisan, vagyis a mi emberi kapcsolatainkban. Most hát mit csinál ez az úgynevezett, most egy kemény szót használok, egy Theodor Mit nevű filozófus és teológus mondta ezt így, mit csinál velünk ez a hedonista fasizmus? Ez nagyon kemény, amit most mondtam, tőle, őt idézem, tőle származik. Mi a fasizmusban, miért került ide ez a fogalom? Az erőszakossága és a minden határt áthágó, könyörtelen nyomulása. Mert miről van szó? Hogy a lényegében ez a nyomulás nagyon rejtetten történik, és egy életelvet képvisel, hogy ide rakasszom téged a personális dimenzióba, ide le, hogy te megállj úgy a lábadon, hogy egy kis jól élek. Van nekem cuccom, ezen azon, amazon, és azt mondja, három üzenetet küld. Tedd, vedd és edd. Ez a három parancs. Tedd, vagyis dolgozz, de aztán dolgozz eleget, hogy keressél eleget, hogy aztán lehetőség szerint, amit kínálok, hogy vedd meg, tessék, ezt is vedd meg. És hát természetesen minél hamarabb, mert hát neked jár, legyen neked jó, mert megérdemled. És akkor neked üzen, és személyesen neked és téged akar csábítani, és azt mondja, ne törődj te már mással. Mit törődsz azzal, hogy mi van a másikkal? Csak legyél egy olyan határozott, önérvényesítő ember, hogy te valósítsd meg magad. Most szeretném kijelenteni nektek, hogy az önmegvalósítás fogalma az egy Maslow nevű olyan világhírű humanisztikus pszichológusról származik, aki nem ezt mondta. Ő azt mondta, ön aktualizáció. Mit jelent az aktualizálni? A benned lévő lehetőségeknek a kimondása életre hívása, de hogyan? Hogy élnek téged olyan hatások és olyan segítő és szerető környezet, amely, ami benned van, az életre szólítja és dajkálja, és gyerekként
hagyja, hogy kibontakozz, hogy minél inkább megtudd azokat a lehetőségeket, mintet valósítani magadból, amit te hoztál magaddal. És ez egy annyira mélyen humanisztikus gondolat, ami teljesen elferdülve kerül be ebbe a filozófiába, hogy csak akkor valósíts meg magad, hogyan mindegy, hogy azon az áron-e, hogy ráállsz a másik vállára, és ettől leszel magasabb, mint ő. Tehát, hogy bizonyos olyan etikai és az együttélés szabályait korábban tisztelő konszenzus, közmegegyezés szorult ki ebből a mindennapi életből, ahol egyetlen egyet üzen ez a konzumista fogyasztói világ, azért olyan nagyon veszedelmes, mert politikai rendszereket áthível, fölé ír, fölül ír, és hogy ezt találjuk a világ különböző pontjaira, megyünk tőlük nyugatabbra, hogy ez uralkodik. Ez nagyon befolyásolja a mi lelki életünket, szemléletünket, gondolkodásunkat. Vagyis, hogy rejtette manipulál minket, miközben mi nem veszünk észre ezt a manipulációt. Ugye azt mondja, hogy vedd meg, és vehetett, és vedd be, amit üzen. És ezek a manipulációk úgy szólnak, hogy arról van szó, hogy lehetőleg akár eladósodás árán is, de juss hozzá azokhoz a javakhoz, amiket megcsillogtat előtted, hogy de legyen neked is, mert van annak a másiknak, hát akkor legyen neked is. És egy Vég László nevű atomfizikus, debreceni atomfizikus, aki a fenntartható fejlődésről írt egy könyvet, elnevezte ezt annyira szellemes, bocsánat, őt idézem, azt mondja, dühöng a cuccipar. A cuccipar, vagyis az, hogy trendi cuccokat kell vásárolni. És ezért nagyon fontos, hogy már a gyerekeink is arra vannak, mint egy rá irányítva, egymást is arra veszik rá, neked is van ilyen cuccod, nekem is, akkor nekem is kell egy ilyen típusú cipő, mert hát csak akkor vagyok valaki, hogyha ezzel rendelkezem. És egy nagyon alattomos dolog történik, mert az identitásod, hogy ki vagy te a világban, mit érsz, mi a jelentősed és jelentőséged a világban, elkezdik ilyen hívságos, hogy mit van, hogy milyen tulajdonod van, hogy vannak trendi cuccaid, hogy van házad, ilyen olyan márkájú kocsid, státuszszimbólum, vagyis elkezd az értékvilág nagyon materializálódni, és arra degradálódni, hogy azon átmérjük azt, hogy te ki vagy a világban, hogy mik a javaid és mik vannak, és hogy a tulajdonod van. És egy Jean-Paul Sartre nevű pszichológus már a múlt században fölhívta arra a figyelmet, hogy vigyázz, ember, mert ha te abban határozod meg a világ felé az üzenetet, hogy te ki vagy, hogy mit van, akkor nagyon esendővé válsz. Mert hogy nagyon kell vigyáznod arra, el ne veszítsd ezeket a materiális javakat. Mert hogyha nem őrzöd eléki, akkor elveszíted, akkor önmagad veszíted el benne. És ezért ugye felhívta arra a figyelmet, hogy fordítsuk inkább az érdeklődésüket, törekvéseinket olyan javak irányába, amik más értéket képviselnek, csak hogy a rád zuhanó, újra és újra téged érő különböző reklámok mind azt ostromolják benned, hogy te maradj meg ezen a lépszinten. Ne emelkedj följe, ne is legyen a te gondolataidban, hogy valami másra törekszel, mint hogy most ezt elér, aztán azt elér, közben múlnak az évek, 28 éves nő vagy, még mindig nem érted el, hogy saját otthonod legyen, még mindig nem házasodtatok össze, mert ugye mindig várni kell még várni kell, még mire kell várni, és a moratórium kitolódik, és lassan már nem tudunk a sebülésből se kiszabadulni, minden lelassul, minden kitolódik, már nem szülünk gyereket, már, tehát olyan fajta ártalmak azok, amik becsempésződnek az életbe, mert az élet vállalása 1 millió anyagi feltétellel nehezedik ránk. Hogy ha ezed van, ha azod van, akkor már alapíthat családot, akkor először még azt meg kell szerezni, meg kell várni. Na most látjuk ezt a fajta, úgy mondhatjuk, ez mentális fertőzöttsége, hogy olyan módon alakul a szemléletmód és az értékvilág, tedd, vedd és edd, hát lényegében mi levesszük, megesszük, az a baj, hogy megesszük ezt a manipulatív hatást is, és akkor csak azt látjuk, hogy most már ez tovább húzik alattomosan, mert egy korosztálynak egy bizonyos normájává válik, én is így akarom, te is úgy akarod, a harmadik is úgy akarja, akkor ebből lesz egy közösségi olyan nyomás, hogy ez válik egy olyan normává, amit aztán elkezdünk követni, akkor is, hogyha esetleg nem értünk vele egyet.
Na most a boldogság pszichológia meg hát nagyon, nagyon neki támad ennek a szemléletnek. És azt mondja, miért hagyjuk magunkat manipulálni? Mert hogy a kérdést hamisan teszi föl. Mert fölteszi a kérdést, akarsz boldog lenni? Úgyne, persze. És egy hedonikus, hedonista szemléletet próbál úgy beültetni, hogy te is vágy arra, carpe diem, ugye a Horácius jel, minden napnak szakítsd le a maga virágát. Élvezd az életet, te egyedül, aztán, hát szóval legyen neked jó mindenek elő. Tehát ez a fajta attitűd a világban, hogy egyénre koncentrál, és az egyén tudja elkapni a hatalmát és a befolyásával, végül is oda vezet, hogy valóban mi néha szinte el is hisszük, és ha még utána is gondolunk, azt mondjuk, hogy hát azért van ebben valami, hogy legyen mégis annak a fiatal párnak már valami olyan háttere, hogy valahonnan tudják indítani az életet, és így tovább. Szóval, hogy átvesszük teljesen ezt a szemléletmódot, hogy feltétel, anyagi, materiális feltétel függővé tesszük az életet, és közben nem hagyjuk a boldogságot kibontakozni. Mert a boldogságnak hamis a kérdésfeltevése ebben a bizonyos szemléletmódban, a konzumizmusban. Mert a boldogság kérdés úgy hangzik, mitől vagy boldog? Mitől vagy boldog? Mit van? Van ezen az ott? Na akkor már örülhetsz, kocsinak örülhetsz ennek, annak. És akkor álljunk meg egy pillanatra, mert hogy ez egy óriási becsapás. Mert valójában a boldogság valódi kérdése az, mikor voltál életedben boldog? Na és akkor innen kezdődik egy igazi nagy fordulat. Mert hogy mikor voltál boldog? Képzeljétek el a világon, akárkinek, kultúra függetlenül fölteszik ezt a kérdést, mi jut eszébe, mint ami neked is, meg neked is. Hogy valami szeretetteli pillanat, egy ölelés, egy gyöngétség, egy szeretet kapcsolat, család, gyermekek, unokák, szeretet, szeretet és szeretet. Érdekes. És akkor megkérdezheted magadtól. Hát akkor hogy is vagyunk ezzel? Ugyan vajon az életünkből mennyi az, amit arra áldozunk, hogy ez, ami minket legboldogabbá tesz, azt megszerezzük, vagy föl tudjuk tartani. És akkor kiderül, hogy nehogy is, hát igázunk reggeltől estig. Hát szó sincs róla, hát nincs idő semmire. Hát nincs idő arra, hogy törődjünk a saját egészségünkkel. Hát beáldozzuk az egészségünket, beáldozzuk az ember kapcsolatokat, és bemegyünk a mókus kerékbe, és az forog, és elkap, és akkor nem tudunk belőle kitörni. A valódi boldogság valóban, hát ha az, hogy mi szeretett kapcsolatokban élünk, és akkor sorra elé tárja a boldogság pszichológia a tudományos bizonyítékait. Első számú bizonyíték az, hogy akkor tudsz te kitörni ebből a rossz világképből, hogyha komolyan meggondolod, hogy és akkor te ebben a boldog pillanatodban, amit valakivel vagy valakikkel együtt eltöltesz, mi által vagy boldog? Nyilvánvaló az első tétel, hát az, hogy szeretek. De kiderül, mert ez bizonyítja a pszichológia, hogy jó, hogy te szeretsz, tisztelem. De van egy nagyon érdekes tétel. Egy Angyal András nevű magyar származású pszichológus tárta elénk. Úgy nevezte, nagyon furcsa fogalom, szükségeltségi szükséglet. Tudod, mit jelent ez, hogy te rád valakinek olyan nagy szüksége van, hogy azt mondja, annyira fontos vagy nekem, de annyira, hogy én nélküled nem is tudnám elképzelni az életet. Na ez a legfőbb megtartó erő. Bármit gondolunk mi, ez bizonyosodott be, és erre szeretnék nektek egy olyan példát elmondani, ami mikor először találkoztam vele, milyen meghatott. És akkor rögtön látjuk, hogy két fogalom összeragad, szétbogozhatatlanul, ez az egészség és a boldogság. Na akkor nézzük, miről van szó. Egy Párizs melletti javítónevelő intézetben fékezhetetlenül rossz gyerekekkel már nem tudott a pszichológus mit kezdeni. Ott a közelben volt egy idős otthon, ahol meg hát bizonyos magas kor és a halál közti időben ott várták a elmúlást idős párok, illetve egyének. És hát ugye nézték állandóan, mert hogy ez kötelezettség, hogy nézni az idős otthonban az egészségi állapotot, hogy az hogy alakul, és ez eléggé szomorú volt, mert egy magas volt a halálozási arány, és nem voltak bizony jó
egészségi állapotban. Na most ennek a pszichológusnak szerencsére eszébe jutott az, hogy hát ráérnek ezek a nénikék, bácsikák, hát ő szól, hogy mi volna, hogyha a kinkezhetetlen betörték az ablakokat, állandóan problémák voltak velük. Hogyha magukhoz édesgetnék az édesgetés szó inkonkrétó, hogy süssenek, ugye sütikét, meg ez az. És akkor mikor a gyerekek ugye jönnek csapatosról haza, iskolából innen-onnan, akkor hívják be őket, gyertek, és egyetek belőle is, mi kínálják. Na hát, nagyon rövid idő alatt ezek úgy beszoktak, hogy is alakult egy olyan rivalizáció. De ne menj oda, ahol nekem sütnek süteményt. Na most itt szeretnék megállni egy pillanatra. Ugye mindnyájatok számára világos, van egy molekuláris fogalom, így össze van ragadva. Etetlek, szeretlek. Szeretlek, etetlek. Azt eteted, akit szeretsz. Akit kedvelsz, akit szeretsz. Ha jön hozzád valaki, nem azt csinálod, rögtön megkínálhatlak valamivel, foglalja el. És akkor rögtön valamivel regetedjük. Annyira mélyen benne van. Az emberiség, azt mondhatom, kollektív génjében van benne, amit generációkon, transzgenerációs átörökítéssel viszünk, hogy amikor valakit megetetünk, jó indulatunkról, kvázi szeretetünkről biztosítjuk ezzel a gesztussal. Na hát természetesen ezeknek az apátlan, anyátlan, szeretet nélküli, és ugye gondoljatok arra, hogy a szeretetében meg csak a gyereknek egy lehetősége van. Nem a közöny, az már a végpont, hanem a másik pólus, a gyűlölet, hogy haragszik azokra, akiknek szülei vannak, akiket szerető környezet vesz körül, őt meg miért nem, ő miért más. És innen nagyon sok lázadás és agresszivitás adódik. Mi történt itt ebben a nagyon különleges konstellációban? Hogy szépen addig, meddig járkáltak oda ezek a gyerekek, míg tiszteletbeli nagymamát, nagypapát választottak, mert ugye aztán már kötődtek, vagyis az etetésen át, ugye egy pici babával csináljuk, hogy etetlek, szeretlek, persze. Szóval a gyerekek kaptak szeretetet, és mi történt ezekkel az idős asszonyokkal és férfiakkal? Hát képzeljétek el, voltak ezek a fél éves egészségi felmérések, és a következő derült ki már az első fél évben. Senki nem halt meg ebben az idősokban. És virultak az idősek, olyan jó egészségi állapotban. Hát akkor miről van a szó? Hogy megkapta valaki azt az életre hívó üzenetet, hogy fontos vagy, hogy légy szíves és adj nekem valamit, amit te tudsz adni. És hogy ez a szükségeltségi szükséglet, hogy az az idős azt érezte, engem már leírtak, a gyerekeim leírtak, akkor hogy senkinek nincs rám szüksége, de itt van ez az árva gyerek. Majd akkor én erről gondoskodom, és szívébe zárva ezt a gyereket, megélte azt, ami életadó erő. Vagyis, hogy az, hogy szeret, te szeretsz, de hogy téged úgy szeretnek, hogy rád akkora szükség van, ez minden fölülíró hatalmas erő. És akkor sorra elé tárja a boldogság és egészségpszichológia, azt is mondhatom, ezt a kettő látjátok. Ha megéri élni, ha van kiért élni, ha van miért élni. Hát már délelőtt is említettem Viktor Frankl néhányan, akik itt voltatok, hogy ugye mit mondott egy pszichológus, aki túlélte a koncentrációs tábort, hosszú a címe a könyvének, csodálatos, amit írt, hogy miközben körülötte ott hullottak a többi foglyok. Ő minden nap újra elmondta magának, hogy én pedig élni akarok, hogy az elégetett kézirataim helyett újra megírjam a könyvemet, hogy találkozzam a feleségemmel és a gyerekeimmel, és ezt olyan módon tette be, szinte egy programként saját magában, hogy neki túl kell élni, hogy annak beszélve, hogy mondták, ő a legcsenevészebb és a leghalálra váltabb már, ő túlélte. Tehát mit jelent az, most milyen erő az, azt mondjátok meg, mi működik itt? És amikor a pszichológia felteszi azt a kérdést, hogy mi az, hogy életerő, lelki erő? Mert hát ezt a kérdést, hogy lelki erő, persze, ugye használjuk ezt a fogalmat. És akkor akaratról van szó? Hát ettől sokkal többről van szó. Egy olyan elhivatottságról, hogy valamire szólítva vagy, hogy te ezt tedd,
neked ez életfeladatod, és az, hogy te ezt teljesíted, azáltal a te életed értéke és értelme fölragyog. És rögtön látjuk, akár milyen hitel vagy, azon a bizonyos materiális tengelyen, vagy akárhol vagy, de az élet maga bizonyítja be neked, hogy amint az életed értelmet nyer, amint megkapja azt, hogy miért élsz, kiért élsz, miért élsz, akkor ezt fölragyogtatja azt az értelmet, azt a központi értelmet, ami mindünk életében valójában a legfontosabb küldetésnek a teljesítése. Mert ugye azt mondod nekem, nem szeretem ezt a szót, hogy küldetés, mi az, hogy misszió. És én azt szeretném mondani, képzeld el, nem kell ezen nekünk emberi lényeknek sokat gondolkodni, akármilyen a te hitrendszered, megszülettél, és van egy bizonyos életed, amit élsz. A napjaid, amiket fölhasználsz és fölélsz. És akkor ugye az a kérdés, hogy na és ezen az életúton, vajon mi az a fő elv, ami téged vezet? Mindégre születtél? Azért, hogy a rendeltetésünket teljesítsük. De akkor te, nő, milyen rendeltetéssel? Én, mint nő, milyen rendeltetéssel születtem? Kaptam egy biológiát, kaptam egy testet, kaptam emlőket, stb. Kaptam, vagyis valami végre kaptam. Miért így vagyunk fölépítve? És miért úgy van a férfi felépítve, hogy ő meg a teremtő principiumot kapta meg, hogy ő nemz gyermeke, és hogy ő tud alkotni, teremteni, ez az ő fő elve, vagy erőrendszere, amiben létezik tud a világban. Rájövünk arra, hogy ezek nem véletlenek, hogy különbözőségek vannak a világban, nekünk nőknek van egy olyan feladatunk, kaptál egy életet, légy szíves, vidd tovább az életet. És ezt nevezzük az élettörvénynek. Az élettörvény, ami úgy szól, ez az élet maga, és saját maga ez az élettörvény kiformálja a jó és a rossz oldalt. Jó az, ami az életet építi, szolgálja, gyarapítja, védi, mikor te nevelsz, növelsz, mikor gyermekedet segíted, hogy előre jusson. Tehát amikor az életet szolgálod, továbbadod és szolgálod, mikor mi nők szülünk, a férfi pedig teremtés nemz, mert ő azt kapta meg azt a feladatot, hogy ezt teljesítseni meg azt a feladatot, hogy mindezt valóra váltsuk, és hogy mi legyünk azok, akik az életet kihordjuk, majd pedig tovább neveljük, növeljük. És ugye ez az élet elv, ez az élet erő főtengely az, ami egyben nagyon világossá teszi azt, hogy a jó és a rossz megítélése. Mi a jó, ami az életet növeli, erősíti, növeli, szolgálja, tovább viszi, mi a rossz, ami az életet pusztítja, kárt okoz, destruál, minden olyan, ami vagy nem is vállalja a küldetést, tehát nem is hoz létre utódot, vagy nem hoz létre gyermeket. Most miért érdekes mindez nekünk? Mert azt mondja a boldogság pszichológiát, most ezt a szót használom, valójában tudjátok, nem boldogság pszichológia ez a szó szoros értelmében, de Diner nevű kutató, akinek a legtöbb tanulmánya van ebben a témában, azt mondta, hát ugye a lényegében tényleg életminőségről van szó, hogy nem csak az, hogy te a talpadon meg tudsz-e állni magad, hanem hogy milyen az, amilyen életminőségben, az más kérdés, hogy orvosilag mennyire vagy egészséges, vagy nem egészséges, de hogy te saját magad mit mondasz az életedről, és tulajdonképpen az életminőség az, hogy jól érzem magam a bőrömben, az ad egy olyan teljességet, ami már többet magába foglal, mint pusztán a te biológiai egészséged. De minden, mint az elébi példa is mutatta, azt jelzi, hogyha megtalálja az ember azt a fajta küldetés csatornát, vagy azt a fajta feladatot, amit ő elvállal, hogy van kit szeretni, van kiért élni, van miért élni, rögtön az élet értelme fölragyog, és ha neked lesz egy ilyen életfeladatod, mi üzenődik le a testednek? Mi történik a te testedben? Hát hozzuk a példát. Depressziós vagy? Az immunrendszered padlón van. Rossz a lelkiállapotod? Nagyon rosszak a biológiai mutatói. Ami fenn, az lenn. És hogyha fönn te az életeddel értelmet találsz, van erőd, hogy küzdj, vannak céljaid, hogy mit tegyél, akkor az az üzenet megy le ezeknek a fönntartó biológiai erőknek, hogy dolgozzatok. Mert ezt talpra kell állítani ezt az erőt, mert ezt tovább kell vinni ezt az erőt, neked meg kell valósítanod azt, amit kitűztél célodnak, és a tested szolgál téged. Én délelőtt használtam ezt a kifejezést, hogy nem tudja nem tenni a szervezetet. Azt az üzenetet kapja,
és azt hogy kapja? Idegpályák útján és kémiai anyagok útján. És akkor kukkantsunk már ki így együtt, hogy csak úgy beszélek el arról, hogy megbetegítjük magunkat, hogy valóban mit csináljuk a betegségeinket. És hogy csináljuk ezt, azaz mi a hozzájárulásunk ahhoz, hogy mi megbetegszünk. És akkor Candace Pertre, egy nagyon híres biológus nőre, aki majdnem Nobel-díjas lett, kell hivatkoznom, aki hát ugye nagy ovációban üdvözölték a felfedezéseit, mert hogy azt mondták, na meg van fejtve a pszichoszomatika rejtélye, hogy a lelkiből hogy lesz testi, és viszont testiből hogy megy át lelkibe, ez a pályarendszer tulajdonképpen föltárul. És ez egész döbbenetes, valóban így van. Mikor én egyetemre jártam, képzeljétek el, azt mondta a pszichoszomatika tanárnő, meg Kulcsár Zsuzsanna nevű nagyon művelt pszichológus, hogy az biztos, hogy Nobel-díjat kap az, aki a pszichoszomatika rejtélyét, a nagy ugrásra, testből lélekbe, lélekből testbe, úgy világosan elég tudja tenni, hogy hogy történik ez. És akkor ez a Candace Pert a következővel állt elő. Elsősorban az endorfin receptorokat, az örömhormon receptorokat ő fedezte fel. Endorfint már felfedezték, csak nem tudták a receptort, az meg egy kínai kutató fedezte fel, hogy a tevékony lehet, hogy minden tüskét, vackot megesznek, és nem sebzünk, szóval, hogy nem más állat ugye kimúlna tőle. Hát az, hogy van egy olyan anyag, ami termelődik, csak még azt nem tudták, hogy honnan, és a Candace Pert pedig a receptorokat magukat, tehát hogy hol termelődik, és hogy adódik át, és hogy megy a testbe, hogyan terjed szét, tehát ugye ezt a folyamatot tudta igazolni. Én tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy isteni csoda folytán úgymond véletlen, hogy erre rájött még egyetemi hallgató korában, de ő elkezdte nagyon szerencsés kézzel ezeket tanulmányozni, ezeket a bizonyos sajátos, úgy nevezzük ezt, hogy ligandok, ezek hormonok és peptidek. Hát lényegében maradjuk abban, hogy hormonok. És azt nézte meg, hogy vajon az különböző érzelemkutatás, különböző érzelmi állapotokban vajon milyen ilyen hormonok termelődnek, és hogy vajon ezeknek a hormonoknak mi az útja, és hogy függ össze egy állapot idegi vezetésével a szervezetbe idegvezetékeken történő információ szállítása azzal, hogy a hormonok meg szabad úton áramlanak be, és hogy hova áramlanak egyes hormonok, bizonyos érzelmek, érzelmi állapotok esetén, milyen hormonok, és hogy hova áramlanak, és így azt fedezte fel az úgynevezett pszichoszomatikus hálózatot, és rájött arra, és ezt bizonyította, hogy úgy gondoljátok el, hogy bizonyos érzelmeknek meghatározott hormonkoktélja van, tehát egy egyveleg, amely egyveleg, amikor az adott érzelmi állapot létrejön, a testben szétömlik, most nem öntöm be a fejem, szétömlik, és gördik meg a testemben úgy, hogy különös tömörülést mutat bizonyos területeken, bizonyos szervterületeken. Így egészen egyértelműen bebizonyosodott, amit másfajta úton már a tudomány tudott, hogy az infarktust hogyan csináljuk magunknak, bocsánat, hogy ezt így mondom, hogy például a hosztilitás ellenségesség érzelme, és az ezzel járó hormon koktél, az szétárad a szervezetben, ugye, de elsődleges áramlási és fogadási hely a szívmozogó erek és a szív, és hogy hát itt mondtam azt a József Attila idézetet, és hagy hoztam délelőttről ide, és azt hiszem, hogy nem árt, ha még többször halljuk, még jó, ha az ember haragja, nem magát az embert harapja. És sajnos úgy van, hogy ezek pusztító erejűek. És hogy döbbenetes, ahogy bebizonyosodott, hogy bizonyos olyan érzelmi állapotok, amiket mi átélünk, mondjuk nagy megbántottságok, sértettség. Én megbántottam valakit, vagy haragszom magamra, mert valamit nagyon elszúrtam, és nem is tudok megbékélni magammal. Ezek az érzelmi állapotok az ő vizsgálata szerint. Mi történik ezzel? Te is tudod, hosszasan nem tartjuk fönn ezeket az állapotokat, próbálunk lenyugodni, próbálunk vele valamit kezdeni. Azt mondja a pszichológia, elfojtás. Az elfojtás azt jelenti, hogy lényegében kirekesztjük a felidézhető tartományból, kitoljuk,
csak hogy a dolgok tudásától meg tudsz szabadulni, a rágondolástól meg tudsz szabadulni, de az egész feszültséget bepakoltad a testedbe. Hova pakoltad be? És a daganatos betegségek keletkezését illetően sajnos bebizonyosodott az, hogy olyan ligandok, tehát ilyenfajta hormonkoktélok, amik a szervezetben így egy adott érzelmi állapot elintézetlen érzelmi ügyeknek az érzelem megfelelője az adott hormon, ami a sejthártyára lerakódva komoly következményeket idéz elő az adott szerv működésében a sejthártya, a sejteknek az oszmózisában, a sejteknek az anyagcseréjében, maradjunk ebben. És bebizonyította azt, hogy a daganatos betegségeket megprovokáló, nagyon döntő tényező, bizonyos például ilyen, hogy hordozol egy elfojtott és a testedbe lepakolt hormonformájában rögzített és bizonyos szervekre letelepített ilyen kémiai anyag, áttetted a fájdalmas gondolatot képzetti, a képzetetnek lepakoltad kémiai anyag formájában a testedbe, vagyis hogy időzített bombákat tudunk magunkba szépen letárolni. És innen jött az például, hogy nézzétek, azért mondom, nem tudom, hogy kerüljem meg, vagy hogy használjam a vallásosság fogalmát, de azt kell mondjam, hogy ugye így dolgozták ki tudományosan, Enright professzor például, aki kezdte mindezeket a munkákat, kidolgozta a megbocsátás lelki gyakorlatot. Hogy tudod, hogy mit kell tenni? Hogy mindazokat, amiket az emlékezeti tárba magadba lepakoltál, és amik fájdalmas, egykori fájdalmas, de elintézetlen, megoldatlan dolgoknak, hogy úgy mondjam, a végtermékei, azokat fel kell szabadítani. És az emlékezéssel, és átdolgozással, és a magadban feldolgozással úgy kell megszabadítanod magadtól, hogy ez ne okozzon ott a szervezetedben egy olyan komplikációt, hogy daganatos beteg lévé. Mióta tudjuk ezt, hogy az útját tudjuk követni a megbetegedéseknek, azóta óriási a pszichológiai üzenet, hogy mi felelősek vagyunk, innen jön a felelősség, hogyha mi ezt tudjuk, egészségtudatosság, felelősség, akkor felelünk saját egészségi állapotunkért. Tehát akkor pontosan tudjuk, hogy mit jelent az, ha mi ugye mentálhigiénés folyamatok helyett, mert hogy nagyon jó szó a mentális higiéné, mert hogy nem takarítjuk a tudatunkat, nem takarítjuk az érzelmeinket, nem takarítjuk a belvilágunkat, hát ugyanúgy szükséges azt is takarítani. Tehát amikor a felelősség szó előtérbe kerül a fenntartható lelki egészség szempontjából, akkor nagyon döntő, hogy nekünk tudatosítanunk kell azt, hogy nekünk rendszeresen bizonyos lelki tisztálkodási műveleteket végig kell vinni. Most hogy tisztálkodunk lelkileg? Első szint az, hogy mindazokat a fájdalmas dolgokat, amik így megterhelnek minket, azt megosztjuk. Innen kezdve rátérünk már egy olyan világra, amely már nem csak a boldogság pszichológia, de az egészségpszichológiának is fontos, nagyon fontos. Hogy úgy mondja a feltételrendszere, bázis a nézétek, mi beleszületetten társas lények vagyunk. Mi egyedül nem tudunk létezni. Ugye Csányi Vilmos írta le a kölcsönös egymásra utaltsági törvény, de ez az élővilág egyetemes törvénye ám. Nem tudunk egymás nélkül megnemni. Nézzétek, lehet, hogy gyilkolásztunk egymást különböző indulatokkal, marakkal, akármivel, de még se tudunk meglenni egymás nélkül. Vagyis egymás számára vagyunk olyan lehetőség, hogy mint egy a másik felé kinyílva tudjuk a lelkünket valahogyan egy ilyen tisztálkodási folyamatba behelyezni. Hogyan? Hát van egy beszélő tudatunk, nincsen? Hát mikor elmondunk egy sérelmet, egy gyászt, egy bánatot, nem az történik, hogy vele együtt rengeteg érzelmet is fölhozott a bánatból, a gyászból, és az érzelem az micsoda a sejtek szintjén, kémiai anyagok, vagyis hogy föl tudod hozni, ki tudod takarítani, föl tudod szabadítani. És akkor azt mondom, hát akkor kinek mondjuk el, hogy legyen? El kellene mondani, időnként meg kellene beszélni? Hát igen, csak hogy ugye itt vagyunk, megint egy ránk néz vissza egy nagy kérdőjel, hát ezt meg hogy kell csinálni? Hát akkor hogy csináljunk mi egy egészségfenntartó, egészségmegőrző, és a betegségektől magunkat óvó, nagyon tudatos munkák, hogy csináljuk azt, hogy mi megszabaduljunk időről időre
ugye ilyen lelki tisztálkodást tudjunk csinálni. És akkor ugye azt mondja a hagyományos vallásoknak, a történelmiházaknak az üzenete, hogy ugye vannak itt ezek az alkalmai, bűnbánati hét, meg úrvacsora, meg megvan ennek a rítusa, és akkor úgy is kell a lelket elfoglalkozni itt oda. Igen, ám, de egy szekularizált világban élünk. És akkor eszméljünk rá, hogy mi történt azzal, hogy mi ebből a rendszerből, ami az élettörvényt hozza az életünkbe, hogy az élsz és feladatod az élet továbbvitele és védelme, hát volt ennek valaha egy lepő bőre ellenőre. Csak hogy Nietzsche azt mondta, meghalt az Isten. Ki van kapcsolva a legfőbb ellenőr? A legfőbb ellenőr, akit behelyettesítettünk most emberrel. És ha emberekkel helyettesítjük a legfőbb ellenőrt, rögtön gellert kap a dolog, látjuk, hogy ez van. Mert hogy ugye hová tűntek azok a parancsolatok, hogy mi egymással hogy viselkedjünk, hogy mi milyen módon az együttélésnek a normális szabályai, hol vannak nagy könyvbe vagy kőtáblába vésve. Akinek a szívében nincs bevésve, akinek a belső lelkiismereti rendszere ezt nem hordozza, nyilvánvaló, hogy elég probléma, de hogy annak nagyon nagy, hát beteheti, mint hiányosságot az életébe, hogy akkor mi az a norma, ami meghatározza, hogy ő hogy viselkedjen, milyen szabályrendszerhez. Hát akkor mit mond a konzumizmus? Hát megmondom én, hogy hogy viselkedj. Hát csak úgy viselkedj, hogy legyen neked jó. Ne törődj senkire, stb. Stb. De behelyettesítődik egy normarendszer, ami az egyetemes emberi normarendszer, ilyen hívságos és, hogy is mondjam, célirányosan téged kisajátítani akaró rendszerrel, etikai rendszerrel. Etikai relativizmus van. Mit szabad? Na mit szabad? Hát azt szabad, amit azt mondja XY, hogy hát olyan törvényt iratok, olyan törvény van, ami nekem majd kedvező helyzetet teremt az életben. Hát a törvények legfőbb őre, ugye hol van, akihez lehetne, hogy is mondja, reklamálni. Tehát bizonyára értitek, hogy nagyon nagy baj van, hogy olyan megtartó erők, ami különben a kőbevésre vagy akárhogy is, de be voltak írva a lelkünkbe, azok behelyettesíthetők, mert nincsenek elég jól beépve, nem tudjuk jól letölteni, mert ugye mi letöltjük ám ezt a szüleinktől, meg letöltjük, bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, de mind tudjátok, a gyereked olyan, mint te vagy, felnőtt korában az minden biztos, de téged töltött le. Tehát ugye a minta, az benne, és akkor olyan lesz a gyereked, mint te vagy. Ha nem tudja letölteni, akkor honnan vegye? Akkor manipulálható, akkor akármi bebeszélhető neki, hogy ez a jó, meg ez a helyes, meg hasonló. De visszatérek arra, tehát akkor mit csináljunk? Akkor hogyan tegyük rendbe a lelki életünket, ha azt kívánja tőlünk a felelősség, az egészség, tudatosság és felelősség. Most már tudod, hogy megbetegíted magad, tudod, hogy ez ártalmadra van, hogyha magadba temetsz, fájdalmakat, sérelmeket, nem gyászolsz el például, hogyha éppen elvesztesz valaki, pedig a lelki élet kívánja a gyászt. A feldolgó, úgyis beszélünk elő a gyászmunka. Ez komoly lelki munka, földolgozni mindazt, ami történt. Most ezt nem csináljuk meg, de hát tudjuk, hogy hát akkor esély van a megbetegedésre. Na most akkor tényleg mit évők legyünk? És akkor azt kell nektek mondjam, hogy létezik ugyan szolgálati rendszer, tehát a segítő szakma professzionalizálódott, tehát vannak professziók, csak a professziók, hogy a szakmák, azok nem érnek el hozzátok. Ezért az Egyesült Államokban kidolgozták az úgynevezett co-counseling, kölcsönösen egymás segítő, szolgáló rendszert, ahol szabályosan beiskolázzák az embert, tehát például bemegy és akkor egy hétig valakivel, akit te párnak választottál, hogy majd együtt ti egymást fogjátok segíteni abban, hogy bizonyos fájdalmak, sérelmek felszabadításra, elmondásra kerüljenek, megtanulod azt a szabályrendszert, hogy kell segítő módon kommunikálni. De közben, miközben vizsgálat tárgyává tették, hogy mi a helyes kommunikáció, amivel valóban segítjük egymást, kiderült, hogy ez a hétköznapi élet egészséges kommunikációjának ugyancsak egy alapvető szabályrendszere. Tehát nem csak az, hogy te tudjál segíteni nekem, ha én bajba vagyok, vagy én neked, és mi leszerződünk, hogy a következőkben majd egymás segítségére leszünk, hanem mikor megtanuljuk ezt a szabályrendszert, kiderül,
hogy hú, hát ha így csinálnánk a kommunikációt, így tudnám inkább úgy mondom interakció. A kommunikáció az csak tulajdonképpen információ átadás emberi jelenszerben, Buda Béla definíciója. Interakció, jelentések cseréje. Mit értesz meg abból, amit én mondok, és én hogy értelmezem azt, amit te mondasz, az már nagyon nagy dolog. Az értelmezés, a jelentésadás, a leolvasás. És akkor kiderült, hogy vannak alapszabályok. Mindnyájatoknak szívből mondom, felhasználhatod anélkül, hogy nagy tréningekre még beülnél, majd később azért megteheted, de hogy már is tud, hogy mik azok, ami egészségóvó és egészségtudatos kommunikációs formák, interakciós formák. Ha például valakit te, akinek gondjai vannak, meghallgatsz, képzeld, a meghallgatás szóba benne van, hogy hallgatunk. És hogy szeretném hangsúlyozni, újra hangsúlyozni, délelőtt említettem már ezt, hogy mit jelent az, hogy meghallgatás? Az, hogy valóban a figyelmem a tied, jelen vagyok, úgy is mondja Vince Wanger nevű filozófus, megszentelt figyelemmel jelen vagyok, odaadtam magam a figyelmemet, hogy téged hallgatlak most. Te pedig rám bízol, megtisztelsz engem azzal, és az én megtiszteltetésnek veszem, hogy te beavatsz a lelki életedbe, és felesküdünk egymásnak, hogy megőrizzük. Persze könnyű belátni, ha mi ketten leszerződtünk, nyilvánvalóan neked is érdekedben áll, hogy betartsd. Ugye ez világos, ha rátekintesz a helyzetre, kölcsönösen érdekünkben. Mondjuk, én meghallgatlak, vagy te meghallgatsz engem, és nem mondasz semmit. Addig, míg én ki nem öntöttem mindazt, amit szeretnék elmondani, de nem hosszasabban, mint 30 perc. Miért? Mert a vizsgálatok szerint 30 perc után, bocsánat, hogy ezt a szót használom, megerjedünk. Nehéz leállni, nehéz levékezni, az bízzuk szakemberre. De amikor mi egymásnak szeretnénk egy kicsit segíteni, betartva a 30 perces határ, meghallgatjuk egymást, hát miért kell hallgatni? Egyrészt azért, mert mindnyájunk tapasztalat, hogy mikor valamit elmondasz valakinek, ami a te gondolt bajod, sérelmed, nem tudsz odafigyelni arra, hogy az, aki meghallgat téged, mit mond. Esküszöm, hát van róla egy olyan vizsgálati adatom is, hogy megmértem azt, hogy második alkalommal egy találkozáson, amikor első alkalommal ilyen tulajdonképpen a problémáknak a szellőztetése és a ventilációja zajlott, mire emlékszik az illető, hogy mit mondott neki az a másik, aki meghallgatta. Nulla szinte. Az üdvözlésen kívül semmit nem tud visszaidézni, mert nem arra figyel. Mert neki mi a fontos? Az, hogy végre elmondhassa valakinek, és végre legyen egy megértő szív, amelyik ráirányul, és teljes figyelemmel hallgatja. De mióta tudjuk, hogy vannak tükörneuronok. Az inzula nevű szürke állományú agy részben, magvacskában, máshol is még, de itt különösen koncentráltak. Tudod, mit jelent az, hogy tükörneuron? Hogy én, ahogy te ott ülsz, te már itt vagy benne az én tükörneuronjaimban, és ugyanazt a mozgás mintát, amit te itt a széken így ülsz, azt az én belső emberem, mint egy utánozza, persze hát ilyen abortív módon, hát én nem ülök be ebbe a pozícióba, de az én belső emberem ezt megcsinálja. És miután a nem verbális dolgokból, üzenetekből van egy automatikus leolvasás, képzeld el, 93%-a a jelentésnek, a tükörneuronok automatikus érzelmi értelmező rendszerében nyer jelentésértelmet. Tudod, mit jelent ez? Hogy 7% az, amit a szavakkal mondunk el egymásnak, és 38% az, amit a megértésben. Mi, a hangszín, a dala, a ritmus, az intonáció, és 55%, amit a te tükörneuronjaidnak az automata leolvasó rendszere értelmez, hogyan. Értelmez, mint egy olyan érzelmi megértést, amit empátiának is nevezünk, pedig az csak a ráérzés, amikor azonos hullámhozra kerülünk, mert ez így mindnyájunk számára evidens, igaz, hogy azonos hullámhoz, de ezt tudjuk tudatosítani. Erre külön van egy pályarendszer, úgy hívjuk frontolimbikus, frontális az értelmező okos agyunk, a limbikus meg az érzelmi agy. Ezen a pályarendszeren keresztül mi mindjárt tudatosítani tudjuk, hogy a másiknak mi az a lelkiállapota, de akkor tudok jól olvasni,
A közben nem foglalom el magam azzal, hogy a gondolataim körülöm, jaj, mit kéne mondani most nekem, biztos várja a másik, hogy valamit, hogy nem vár semmit, nem mondjál semmit, csak hallgass meg. És közben a tükör neuronjai tisztán, zavarmentesen, mint egy tó tükre, amelyik rezenéstelenül fogadja, ami kívülről jön. Úgy tudok tükrözni, és pontosan, és nagyon jól, hogy a másiknak milyen a lelkiállapota. És ezen az üzenő csatornán keresztül tudunk egymásnak egyben a megértésről, elfogadásról olyan nem verbális üzeneteket küldeni, hogy megkönnyebbülten jól érzi magát az illető. És pedig csak 30 percig annyit hagytál, ő szellőzteti a lelkét, és elmondja és leteszi a gondjait. Egészség, tudatosság, felelősség, azt mondja az egészségpszichológia. Van olyan szolgálati rendszer, amihez föl kell magunkban, hogy úgy mondjam, a vágyat növeszteni, hogy tényleg szakavatottan is segítség foglalkozzanak a mi lelki életünkkel. De amíg mi ide nem tudunk eljutni sokféle okból, addig se maradjunk teljesen parlagon a lelki életünkkel, és hogy próbáljuk meg azt a fajta kapcsolatrendszert kialakítani, amiben egy ki van zárva, hogy házastársak egymásnak legyenek ilyen partnerei. Ami érthető, vagy hogy családon belül. Tudod, miért nem tanácsos ez? Mert az együttélésben kialakulnak olyan fajta, mondhatnám játszmák, forgatókönyvek, jól megismered a másikat, már tudod, hogy egy szavával majd mi fog következni. Szóval, hogy nem tudod olyan fajta tisztassággal fogadni a másik által mondottakat, tehát nem tudunk. Otthon az orvos nem orvos, otthon a pszichológus nem pszichológus, családon belül a házastársak nem tudnak egymásnak segítő, hát lelki gondozói lenni, hanem az csak olyan külső tud, aki bizonyos elfogultságok és előzetes rátett tulajdonított dolgok nélkül elég ki, tisztán tudja fogadni azt, amit te rábízol és viszont. És hát ugye ezt tekintjük tulajdonképpen, hogyha itt felfedjük egészség, tudatosság, felelősség, a rétegeit felfedjük, amit az egészségpszichológia elég tár, hogy álljunk már meg, talpon akarsz maradni, egészséges akarsz lenni, akkor keresd meg, kinek van ki a legfontosabb az életben, ki az, akit szeretsz és aki viszont szeret téged, kihez tartozol a világban, és hogy tudsz-e olyan szövetségeseket magad körül, akikkel te egy ilyen mély és egymás segítő kapcsolatra tudsz lépni. Következő tételünk, már tovább is léphetünk, hogy mindig társas viszonyok között élünk, és a legfontosabb, legalapvetőbb társas viszony az életünkben párkapcsolat és a család. Párkapcsolat, amiben szeretném, azt, amit most az elkövetkezőkben mondom, valóban úgy fogadnátok, ahogyan én szívből mondom nektek. Van ez a fogalmunk, hogy házasság. A házasság egy szentség. A szentség onnan adódik, hogy férfi és nő egymásra találó különbözőségek kapcsolatából, Hegel azt mondta, a világ és cselvetése, hogy mi keressük és egymásra találjuk, és a rendeltetést töltsük be és teljesítsük, de ez az kell, hogy ez legyen egy szövetség, nem egy alkalmi, mint az állatvilágban, már bocsánat, hanem hogy legyen egy komoly elkötelezettség, hogy mi nevelünk, növelünk, tovább visszük az életet. Férfi és nő kapcsolatáról van szó, ezt házasságnak nevezzük. Nagyon különös események zajlanak a világban, amikre én mindnyájatok figyelmét fölhívom, mert mi felelősséggel tartozunk. Lehet, hogy rövidesen szavazásra kerül Magyarországon is a sor, hogy házasságot köthessenek azonos neműek. Lassacskán már abba is szavazunk, hogy a csoportos házasságot is fogadjuk el a házasság fogalmába illőnek, és egyre jobban kiterjed az úgynevezett házasság fogalom, ami a szentségből kiveszi azt, ami a lényeg, hogy egy férfi és egy nő esküvel kötött köteléke, amiben vállalják az életszövetségben a rendeltetés teljesítését. Nézzétek, egy fogalom valamit jelent. Ha én kitágítom a fogalom jelentését, és az, hogy házasság, belefér minden. Belefér, hát most nem tudok mit kitalálni, hogy az is lehet, meg ez is lehet, meg amaz is lehet. Akkor mit jelent ez a fogalom? Már semmi. Vagyis eszméljük, hogy a számunkra szent jelentésű fogalmaknak lényegében a
kiüresítése, tartalmatlanítása zajlik. De könyörgök, nem népszavazás kérdése, hanem rendeltetés és törvény. A törvény arra van. Jogásztól tanultam, és ezért a jogász szavait mondom itt most el nektek. A jog azt foglalja törvénybe és rendeletbe, ahogyan nagyon pontosan letapogatja az emberi kapcsolatok érzékenyen működő viszonyait, amik életképesek, és ezeket parafálja, paragrafusokba foglalja azért, hogy általánossá tegye és szabályjá tegye, hogy ezt kövess te is, meg ezt kövess te is, ami jó és ami éltető, erre való, de nem arra való a jog, hogy majd a közvéleményi szavazás eldönti, és akkor, mint az Egyesült Államokban, nem régiben, a közelmúltban megszavazták az azonos neműek házasságot, házasságnak nevezik. Hogy megkérdezték a szlovákokat, a szlovákok el sem mentek a választásra, 20% szavazott és leszavazta, tehát nem elszavazott. Kérdezem én, vajon mi hol tartunk ezzel? Mit gondolunk erről? Hogy hagyjuk-e, hogy kitágíthassuk? Nem mi, hogy kitágíthassák. Nagyon különös érdek, nem szeretnék utána menni, kinek az érdeke, hogy kitágítsuk már annyira, elértéktelenítsük, eljelentéktelenítsük ezt a fogalmat, hogy házasság, hogy már tök mindegy, bocsánat, hogy van vagy nincs, vagy így hívják, vagy úgy hívják. Van egy lélektani jelenség, úgy hívják ezt a fogalmak jelentésének a túlzott kitágítása, over inclusion, a túlzott belefoglalás, hogy egy fogalom ezt is jelenti, meg azt is jelenti, meg azt is, a végén semmit sem jelent. Vagyis egy dolog elértéktelenítése az elnevezés tartalmának a kipusztításával is elérhető. Mi ma a házasság? Nem házasodnak, hál' Istennek azért már Magyarországon van egy változás ebben pozitív rán. Nem házasodnak a fiataljai. Azt mondják, minek? Mi ez a házasság? Összebútorozunk. Na de az mi? Hát ez felelősség, miközben a pszichológia nem győzi mondani. Felnőtt az, aki tud felelősséget vállalni, elköteleződni és adni. Ez a három kritérium. És akkor megvizsgáljuk, felnőttek vagyunk mi? Nem házasodunk, nem tudunk elköteleződni, nem tudunk felelősséget vállalni. De azt sem mondjuk a gyerekeinknek, mert hogy a mondás keveset ér, a minta sokat ér, és közben a vállások száma nagyon magas, és a mozaik családoknak az aránya úgy változott, hogy egy most hozzám írt szakdolgozatból, ami erről szólt, meg egy, ami a magányosan nevelt, tehát az egy szülős családokban a gyerekeknek a közérzete, és el kell nektek mondjam, hogy abban különbözik a két vizsgálatnak, a tudományos vizsgálatnak az eredménye, 72 szülő, illetve mozaik család vizsgálatára került sor, és 40 a gyermekét egyedül nevelő szülőnek, de a gyermeket kérdezték, a gyermeket az életminőségről, milyen neked az élet, mit üzen neked az élet, mik a te életed, hogy szóval egy kicsit, hogy milyen az ő életminősége, hogy érzi magát a bőrében, és mi volt, csak abban különbözött, borzasztó destruktív és rossz, és szomorú az eredmény. A mozaik családban sokkal nagyobb mértékben jutott ugyanaz kifejezésre, magányos vagyok, senkém nincs, nem törődnek velem, nincs rám idő, egyedül vagyok. Van ugyan, ami nagyon fontos nekem, mert azért a komputer, az örökös társam, az nem. Szóval leírják a pozitívumokat, hogy elítélnek, hogy túl sokat játszom. Leírják, hát ez nem döngöl a földbe, ez nem küld el a ide-oda engem melegebb éghajlatra. Ezzel jóba vagyok, egy eszköz, egy tárgy válik a szeretet tárgyává. Hát eszméljünk, hogy mi történik. Az embernek muszáj szeretet kötődésben lenni valamivel. Ha nem kötődsz a gyermekedhez, vagy ő hozzád, ő megkeresi, hogy kihez, mihez kötődjön. Ez még enyhe dolog. És mi van, ha azt mondja a hedonista kultúra üzenete, hát figyelj, hát érezd magad jól. És akkor ugye a lévületkeltőszerek, most a szintetikus drogok, ugye sajnos, hát 2008 óta, mióta ezek bejöttek, hát Rezsa Ferenc a megmondhatója, hogy ez micsoda pusztítást végez, nem lehet már hogy védekezni, új és új szerek jönnek, a gyerekeink azt mondják, és sajnos ez terjed. Miért? Mert ugye a norma az, hogy a mikorosztályunkban megkóstolom, 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 és nagyon hátrányos, minek küzdünk,
hogy a gyerekeinket arra neveljük, hogy meg se kóstol, hogy az első lépés se tedd meg. De értsük meg, a gyereknek szüksége van valamire, amiben ő fontosnak jól érezheti magát, és akkor ezek a szerek azok, amelyekben átmenetileg ő, Isten tudja, milyen királynak érezheti magát, vagy milyen szeretetlénynek, vagy valami boldogságszükséglet kielégül, elszáll a régületében, és így tovább. De ha mi ezt nem tudatosítjuk, nagyon nagy a mi szülői felelősségünk. De itt én most senkinek, nehogy már azt gondoljátok, hogy na most akkor én itt ilyen szerehányos, dehogy is. Nem, egészségtudatosság, felelősség. Ami arról beszélünk, hogy a lelki élet fenntartható fejlődése, mi az, ami záloga annak, hogy mi mégis megmaradjunk egészségben és talán elég jó életminőségben, és akkor a családra összpontosítsunk most egy kicsit. Mit tud velünk tenni a család? Szóval van neked otthonod? Ha otthonod van, haza tudsz menni. Ha van haza, ahová hazamégy, akkor neked van hazád is, ahová te kötődsz és ahol, amihez ragaszkodsz. És az otthon az nem egy üres fogalom megint csak, hanem miért is vagyunk a világon, Tamás Jánon? Hát, hogy valahol otthon legyünk benne. Hol vagyunk mi otthon a világban? Az otthon egyenlő biztonság, védelem, oltalom, szeretet. Ahol megkapjuk azt, ami kint akármilyen zord a világ, migráció, vagy bármi történik körülöttünk, dúlnak a viharok kint, de ha van egy olyan maroknyi hely. És képzeljétek, a boldogságkutatásban az derült ki, ugye hát ez nagyon nagy volumenben, kultúrák közti összehasonlításban, hogy a magyarok nagyon nagy mértékben, és utánunk még a lengyelek nekünk tudjátok mi még a boldogsághoz tartozó feltétel, hogy hol van az otthonunk, helyileg hol van, hogy én egy hódmezővásárhelyi vagyok, vagy hogy hol van, ahová én úgy kötődöm, tehát mi a helyhez is kötődünk, mi magyarok. És ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy kiszédelek sok boldogulni akaró fiatal, és máshol akar boldog lenni, miközben a boldogságkutatás, hogy tudod, hol van esélyed rá, hogy igazán boldog legyél itthon. És hogy ezt azért úgy jó volna tudatosítani, hogy ez a mi nációnkban, a mi nemzetünkben például egy nagyon komoly boldogságfeltétel. De most olyan következik, hogy azt mondjátok, na ez már aztán banalitás, ilyet nekem a pszichológus ne is mondjon, de mondom. Doktori disszertáció készült abból, hogy összehasonlították olyan családoknak a családi szokásrendszerét, hányszor eszünk együtt, meg hogy a ünnepeket megünnepeljük-e, vagy hogy csinálunk-e ilyen traktákat, hogy meghívjuk a szeretteinket, etetjük, ne szeretjük. Hát én most már mondjuk, hogy ez így van, megcsináljuk ezt, vagy olyan családokat gyűjtött össze ez a debreceni pszichológusnő, ahol az volt a rítus, hogy kimondták, hogy elég volt, nem csináljuk az ünnepeket, mert én tönkre tegyem magam, hogy bevásárlás izgalmak, hogy kireped a, nem tudom, süteményemnek, és nem csinálok én semmit, le vagy írva az ünnep, és nyugodtan elmegyünk, aztán töltünk egy wellness hétvégét valahol, nem érdekes, majd kiszolgálnak minket. Összehasonlították személyenként a családtagok egészségi állapotát és a családnak az együttes egészségét, küzdőképességét. Hogy a család a különböző konfliktusait az együttélés során hogy tudta megoldani. És hát mit gondoltok, mi jött ki? Hát egész döbbenetes. Azok a családok, ahol megvan az a vítus. Hát ugyanúgy igázom én is, meg te is, de azért csak összeülünk. Aztán mi eszünk, el is mondunk dolgokat, megbeszéljük az ezt-azt, az se baj, ha kicsit üres járató. Hámori professzor azt mondta, csak beszélj, mert az agyfényesítő. Szóval csak beszélgetni egymással. És nem baj, ha csebegés, de a fontos dolgok megúsznak, szellőztetjük a lelkünket, meghallgató közegre találunk, elfogadásra találunk. Ezeknek a családoknak az egészségi állapot a szólóban is, és a családi megküzdési képesség is szignifikánsan jobb. Miről szól ez? Hogy akkor meg ne félj már, hogy ugye, hát a hasi zsírszövet veszélyes dolog, ha ezen is szól. De mégis azt mondom, orvosok ülnek itt és igazolhatnak, hogy csak a túlzásokat kerüljük el, mert azért a hasi zsírszövetben rengeteg endorfin termelő, örömhormon termelő sejt van, ezt is tudjuk. Úgyhogy amikor mi valami korszellem divat áramlatának engedelmeskedve
ami fiatal lányaink ilyenre lesoványítják magukat, és le lesznek, vagy orexémia, amikor ezt teszem, makacskákat teszem, ezt teszem, azt teszem, és összeállítja a maga étrendjét, ami egy madárnak is kevés volna. Szóval ugye különböző ilyen elköz, lesoványítja magát, miközben ilyen téves, ezt mondom, hogy minek ülünk mi föl. Ugye jönnek az üzenetek, hogy de mert ilyen karcsú legyél, meg annyira nagyon-nagyon vékony. És közben meg pszichológiai kísérlet igazolta, hogy a férfiaknál erősen vizuálisak a férfiak, ezt tudnunk kell, nőtársaim, és hogy a vizuális tartományban az ideálkép, ha csak a formákat, külön nézzük a formákat, hogy a férfiaknál a gömbölyített formák preferenciája vezet. Na hát akkor gömbölytek formát. Jung is leírta, és ez így van, Jung is leírta, hogy nyugodt lehet a nőtársadalom, mert hogy hol a Rubens szépség ideálja, hol a Willendorfi Vénusz kissé túlméretezett este, de mindenütt a tömörségek vagy kerekedettségek azok, amik a férfi érzékeket és szíveket meghódítják. De ez csak úgy néhány adalék ahhoz, hogy véletlenül esetleg azért nem csinálsz családi összejöveteleket, mert azt mondod, folyton csak eszünk. De nem megrágjuk ám a gondjainkat. Belegondoltál nagy a fogad, micsoda? Egy agresszív eszköz szét rám földarabol. Persze, hát akkor darabolt, fölrágd, szét, megrágod a gondjaidat, elmondod a gondjaidat, kettős haszon. Ezt jelenti az, hogy családban élünk, hogy mi egymás terhét vállaljuk, egymásra nyitottak vagyunk, és egy védés-dac szövetséget alkotunk. És e fölött van még az a baráti szövetség, az a hálózat, hogy olyanok, akikkel azonos a gondolkodásunk, azonos az értékrendünk, azonos és sokan együtt nagyon komoly erőt képviselünk. Ezt nevezünk csoportdinamikai erőnek. Mit gondoltok az átkosban, miért zúzták szét a csoportokat? Nem lehet csak úgy összegyülekezni, mert megfigyelték, és mert jegyezték, hogy hol vannak ilyen összegyülekezések, ilyen összejövetelek azért, mert a csoport ereje nem a tagjainak számával azonos, hanem e fölötti olyan plusz erő, amiben hatalom van. Nem beszélve arról, hogyha ezt még tovább kiterjesztjük, egy ilyen közösség, mint amiben mi vagyunk, vélemény formáló hatalommá válhat, így együtt, akkora nagy az ereje és a szava. És most tudom, hogy előadásom vége felé kell érnem, időben már jelzés van, hogy végére kell érnem, egészségtudatosság, felelősség, a lelkélet fenntartható fejlődése, mi az üzenet? Hogy ne hagyjuk magunkat manipulálni, hogy tudatosítsuk, hogy mi az, ami egészségben tart, mik azok, amik a mi megtartó erőink, hogyan tudjuk az egészséget úgy gondozni, hogy tudomásul veszük, és sajnos belátjuk, hogy magunkat alaposan meg tudjuk betegíteni, hogyan tudjuk egymást kisegíteni, hogyan tudunk a családi életben olyan erőt, fészket, biztonságot találni, aminek nem hagyjuk a szép szúzását. Mert fölteszem a kérdést, kinek az érdeke, ha már atomizálódtunk, ha már dirít darabjainkra, egyedeinkre szét vagyunk morsolva, és bármit beadható, és mi bármit beveszünk és megeszünk, hová tart a világ. Na ez a mi felelősségünk, hogy tudatosítsuk, hogy milyen forrásaink vannak, amikben mi véleményünkkel, ítéletünkkel, legyen szavazásunkkal egy erőt képviselünk, és hát kinek-kinek legyen, természetesen meg az a felnőtti szabadsága, hogy úgy dönt, ahogyan akar, de annak a birtokában, amit tud, és ez a felelősség. Nagyon szépen köszönöm. Még elköszönnék tőletek, megemlíteném, könyveként kaphatunk, ha valaki esetleg kérne a dedikációt, és hogy vannak téglajegyek, mint tudjátok, tavaly óta Makovesz Imre egy templomára gyűjtök, és egy téglajegy, azt jelenti 1000 forint egy téglajegy, és ez fölírod, ha veszel egy téglajegyet, a számát a téglajegyednek és a nevet. És van egy nagy album, amiben sorrendben a számozásnak megfelelően be van írva mindenkinek a neve, aki ma Magyarországon ennek a templomnak a felépítéséhez akár egy téglával is hozzájárul. Úgyhogy ha valaki mégis érez indítatást, nagyon megköszönöm. Köszönöm szépen! Thank you.